Sziasztok! Üdvözlök titeket a Trédomarki csatornán. Lezárult a hét és remélem jól telt nektek. Érkezik a hétvége vele együtt, pedig a quick chartsunk, és bele is ugranék, nem szeretném húzni az időt. Egy hírt osztom el nektek, ez kicsit ilyen érdekességképpen, miszerint a kínai bitcoin bányászok Etióba költöztek át, tehát ezt inkább tényleg érdekességként hozom be, ha szeretnétek, állítsátok meg, hogy miért pont Etiópiába, de én tovább mennék a csártokkal. A dollár azt tulajdonképpen pont azt csinálja, amit vártunk tőle, az, hogy megvolt a visszatesztje, viszont nagyon elrugaszkodni nem tudott, továbbra is látjuk benne azt a nagyon kiú Ugró erőt, ami azt mutatna, hogy egyből a dollár lesz hirtelen a piacon a legerősebb, viszont ez elég nagy bizonyíték, hogy egy ilyet felfele tudott lépni, de tulajdonképpen ameddig egy dead cross van, kicsit necces a ennek ellenére ugye a mérlege már pozitívban vannak, illetve most már közeledünk a golden crosshoz, én, én tudnék neki örülni, sokkal magabiztosabb lennék a dollár erősödésében, hogyha most ez a Golden Cross közelebb lenne, vagy akár megtörténne, és utána visszatesztjével, de ez ez, ez, ez 103,867-en gyűjt erőt, kicsit konszolidál, ez teljesen normális. Láthatjuk, hogy a hogy a MACD egész magason van, a momentum csökkenő, de ugye ö, nekünk most jelenleg nem igazán számít a kriptoszektoron, a forex párokban, stb. meg, ugye teljesen más a téma. Át is jönnék a szektorra, mert egyébként valamilyennyire azt mutatja a kriptoszektor, amit teljes mértékben vártunk tőle, hiszen előző videóban én meghatároztam nektek egy irányt, miszerint ezt a konszolidációt úgy gondoltuk, hogy folytatja a Total Market Cap, ezt itt. Ugye ez volt maga a fő témája az egész videónak, hogy itt már van egy, kettő és három referencia pont, viszont ha megfigyeljük, akkor kettő van alul és egy fent, tehát most el fog következni minden bizonyal a második. Legalábbis ezt vártuk tőle, és számítottunk valami pozitivitásra, illetve, hogy tényleg ez az irány marad, azt, azt viszont nem feltétlen, hogy a mai nap az ennyire aktív lesz. Amúgy érdekesképpen, hogyha megnézzük, a tegnap, tegnap előtti nap, ugye nem volt extrán kereskedve, inkább az, amit mondtam a videóban, hogy, hogy a befektetők tartják az árat, így a Ö, ö, elemeken, a bizonyos ö, kriptókon, altokon, stb. Viszont kereskedő nincs annyira, ami fel feltornászza jobban. Hát ez inkább már így a mai nap a hét zárása fele megtörtént. Egyébként számítottunk arra, meg is írtam nektek tegnap elemzésből, hogy egy jobb környezet lesz már így a hét vége fele, de tényleg ennyire jóra nem számítottam. Ha megnézzük, RSI nagyon határozottan el tudott rugaszkodni ettől a vörös vonalától. Ugye egyből nézzük meg, hogy mennyire magas szintet tud Képviselni, és mióta nem tudta képviselni ezt a magas szintet, illetve a Megdin is megfigyelhetjük, hogy ma nullaig való konvergálás megvolt, és mennyire nagy ö, momentum ö, ellépést kaptunk, és hogy magába felfele ilyen nagy momentumot nagyon régóta kaptunk, és nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogyha tényleg egy ilyen szép emelkedés, ö, emelkedő momentumot meg akar tartani, illetve akár itt fent akar ö, tartózkodni, akkor majd mit is mutat igazán a Megdi, mert ugye, amit itt még be van nekem jelölve szaggatott vonallal, ugye láttuk korábban ebbe a szép lassú felfele menetbe, hogy ameddig a Megdi süllyedt, addig az emelkedett nem is éreztük benne ezt az igazán ö, áttörő dolgot, ugye utána egyből le is jöttünk a zóna aljára. Viszont én még továbbra látom benne azt a kereskedést, és ugye kicsit bizonytalan vagyok abban a szempontból, hogy múlt héten nagyon gyenge volt a kereskedés végig, most is csak a hét vége fele jött egy kis extra, így nem tudom kimondani azt, hogy ez a konszolidációs terv, hogy most megérintjük itt felül, kicsit elidőzünk, szépen lassan levünk, ez a kukába van, viszont most már azzal is kell számolni, hogy esetleg egy ö, értelmesebb törési kísérlet lehet az 1,807 billió dolláros szinten, de ennek még mindig a kisebb ö, esélyt adnám. Ha megnézzük a volumen indikátort, akkor elég szépen el tudott emelkedni, de a zónát még nem értük el. Ugye ez a zóna, ahol már stabilan benne tudnánk maradni, azt tudnám mondani, hogy a, akkor mindenre van esély, viszont így, hogy ennyire durván el tudjuk veszteni egy-két hétre akár a volument, és utána, tudunk, ö, utána tud maga a kriptoszektor ilyet lépni, ez ö, nem elég ahhoz, hogy ez 1,807 billió dolláros szintet megtörjük, tehát szinte még en etéren el, el, kell bizonyítani, illetve meg szeretném jegyezni, hogy szinte nulla eladási erőt látunk, most ugye hogyha megnézzük, itt van, vannak high szintek, és a Doji is idáig lett visszasortolva, ha ezt megnézzük, itt van az első valamennyire komolyabb ellenállás, és itt kapunk egy kis eladási erőt vele, de, de hogy tényleg azt kell megfigyelni, hogy ez a volumen, amit itt látunk, és amit látunk itt lent a volumen gyertyákon, a volumen indikátoron, szinte ez mind felfelé teljesül, és ezért ugye nagy kérdés lesz majd, hogy az 1,807 billió dolláros szintet, ha elérjük, és esetleg megjönnek az eladások, akkor közel se fogunk így kinézni ennyi vásárlási erővel, akár egy ilyen csúnyább dodgyit is kaphatunk, tehát érdemes lesz, hogy odafigyelni, de tervek szerint haladunk szem teljesen, nem feltétlen számítottunk arra, hogy ennyire határozott lesz a mai nap, Viszont e, szerintem ennek csak örülni szabad, és mivel így, hogy nem lepett meg minket az iránya, így remélem, hogy ti is örültök, és hát én mindenképpen. Ugye ma még jó környezet lesz, holnap-holnap után már ez, ez kevésbé lesz, nem igaz, ugye szombat-vasárnap adódik, és nem látjuk sajnos a hét kezdéseket erősnek. Érdemes lesz megfigyelni. Én várnám jövő héten szépen lassan, hogy megint vissza a volumen, mert ez jó bizonyítás, de hétfő elég gyengék, szerz a csütörtök már jóra szokott sikerülni, viszont még én tervezek nektek írni Discord csatornán, ott megnézzük, hogy mennyi lehet az esélye, mennyire fogy el a hétvégén a volumen, és ha a bitcoin dominanciát megnézzük, akkor kicsit hasonló az, mint az előző quickcharts láttunk, hogy ugye a bitcoin az elég szépet tudott lépni, de majd ugye tudjuk, hogy szépen lassan, hogy a bitcoin kicsit megáll, kicsit akár visszakorrekciózik, vagy egy konszolidációra hajazó mozgást mutat, egy kellemes volumennel ugye például beleakad egy egy komolyabb ellenállásba, de még nem kezdi el a lefele korrekciát, utána majd megjönnek az altok, és utána ö, belekerülünk ebbe a ciklusosságba, amit ugye ez a bitcoin dominancia nekünk mutat, de hát erről már sokat beszéltem, tehát Szerintem ennek a két napnak mi nagyon-nagyon örülünk, és remélem nem volt meglepetés, sőt remélem tudtató gyakorolni, hiszen ö, valahogy ö, mi ugye ezt kerestük, és ö, ezt is próbáltuk átadni. Nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy végignéztétek a videót, a trademarket.com weboldalára látogassatok el, hiszen ott van az új makrólexikonunk, erről egy kicsit hosszabban, vagy a Discord csatornán, vagy az előző videó elején ö, tudtok tájékozódni, illetve ugye nézzétek meg a híreket percről percre, történhet bármi, és csatlakozzatok a Discordunkhoz, nem maradjatok le semmiről, beszélgetésekről, nyugodtan lépjetek be, kérdezzetek, mire vagytok kíváncsiak, stb. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, kellemes hétvégét kívánok, még beszélünk ezen a héten, legalábbis Discordon, pacsit!